Na, kutta, komoly gond van. A helyzet az, hogy én erről ledobtam azt a szokásos kétágú húthelyet. Probléma volt vele, mindig a golyó beragadt, meg levegősen szívja az egész cucca, szívta a vizet, de most idén egyszerűen nem bírtam már beindítani. Már most már két szivattyú is felmondta a szolgálatot mellette, nem bírtam vizet kifacsarni belőle. Ott azon a lyukon ment be az épületbe, ez a kápélcső. Ez csak egész egyszerűen bele van dugva a kútba. És akkor... Na mindegy, a lényeg az, hogy nagy a baj. Hát a éghajlatváltozás elért bennünket. Itt van a kápélcsőben egy számozás, ha megtalálom. Igen, megvan. Itt van, direkt meg ledugtam, és kihúztam helyesebben. Azért ástam ki itt körbe azt a gödröt, mert be volt ez temetve már egy pár éve. És volt egy szörnyű sejtésem, hogy a nyugvó vízszint az lejjebb van, mint 10 méter. Itt van a 155 méter a jeles jelölés a kápélcsőben, és ahol vizes a kápélcső, tehát mikor kihúztam, az pedig 145 méteren van. Tehát durván 10 méterre van a nyugvó vízszint, és azért nem bírták ezek a szivattyúk szívni. Már a régi szivattyú is azért adta meg magát, mert szerintem túl erőltette a tavaly, de most ez a brutális szárazság, ez most odáig jutatott bennünket, hogy lejjebb ment 100, tehát most már 10 métertől mélyebben van a vízszint, és akkor ezt nem lehet csak búvászivattyúval kiszívni. Vagy pedig kell egy aknát csinálnom, és a szivattyút le kell tenni. Hát minimum 2 méterrel lejjebb kéne menni ahhoz, hogy a szivattyú kibírja szívni a vizet, mert nem nagyon örülök neki. De azért annyira nem nagy tragédia végül is, mert így akkor legalább télen és benne lehet hagyni a szivattyút, nem kell foglalkozni vele, nem kell téliesíteni, meg nem kell kiszedni, hanem ha csinálok egy 2 méteres aknát, akkor benne lehet hagyni a szivattyút télire is. Hát ez van. Csak akkor lesz, hogyha még tovább tart ez a szárazság, meg az aszályos idő, mert hogyha még lejjebb megy 1-2 méterre a vízszint, akkor meg vagyunk lőve, mert nem mehetünk utána, nem csinálhatunk 5 méteres aknákat. Hát ez van.